Zenészel fogunk én berepülő pilótását játszani.
és remélem valahol találjátok ebbe a végezőt, hogyha beengedtek minket is. Ki az, aki ismeri a zenekart, annál a Barbie zenekart? Gyerekek, a komplet Barba Negra átjött ide, hogy akkor nem magyarázok olyan sok mindent. Na figyelj, hát mi egy ilyen, ilyen rock zenekar vagyunk, az lenne a megfelelő szó, rám talál.
azt írják, hogy megtérje beltettem a népet. Rúgolni szoktam, az itt a nagy megfejlés, csak én csak olyan ancsok van rajtam, ahol hát az ünnep tiszteletére nem fogom rúgolgatni. Ülve is jó, sőt, mi lenne, hogyha egy picit átírnám? Jó, már dolgot át kell írni a repertoárból, mert... Na, karácsonyosokból se szoktunk mondjuk köpködni az asztalra. Szóval, mi lenne, ha bólogatnám, jó? Jó, igen. Lassza. Lehet hip-hoposan, hogy hátra csökkük a fel. Egy hátra, van, aki hátra tetszett. Hát ez olyan hárfájt, de... Meg van bennem. Hát a fő a gravitáció hol kap elnél? Mehet? Nem jó pislogás. Meg ilyenkor meg szoktam engedni a puszit is. Ha valaki dob egy puszit, akkor én is megnyugszom. Barátságos a tény. Na szóval figyelj. Annyi a szöveg, és nem több, és nem kevesebb, bár már sokan mondták, hogy ne abajgassam a közönséget, de általában van, akinek tetszik. Szóval annyi a szöveg, hogy sajnálom. Ha mondani énekelni lehet, repelni lehet, kihagyni is lehet. Jó, minden szabad. És egy ilyen szabad kocka. Testvérem prezentálja az énekdalamot. Sajnálom. Ennyi. Sajnálom. Az ilyen. Sajnálom. Megváltos. Mögé gondolni valamit. Sajnálom. Úgy sajnálsz. Sajnálom. Hát ez. Sajnálom. Sajnálom, mennyire szeretlek, és sajnálom, de nem. Sajnálom, de nem szégyellem, hogy tetszett élni, nem. Sajnálom, hogy amikor kérdezted, én rögtön azt mondom, hogy sajnálom, hogy amikor jó volt, én őszintén élveztem. Sajnálom, hogy nem hoztam majd rögtön. Sajnálom, hogy csak én vagyok, majdnem azzal csak majdnem. És kölcsönöttem ját, szerintem meg elhagytad a szívem. Sajnálom, de egy kis időre most jobb elvezem.
tényleges kapcsolatról szó. Van egy nagyon-nagyon jó fej csávó. Még az is lehet, hogy nem csávó. Nagyon jó fej. Rám egészen idáig vigyázott, meg nem volt könnyű dolga. Adtam neki indokot arra, hogy jaj, jaj, ez a nyám, jaj, mit csinálta? Csak így megyek el, egy kicsit arra. Kapcsolatokról szól, a jó fejcsávó író a fejemben. Fölnökik a 20-on, lehet, hogy fő, egy kicsit. Még azt mondja, hogy még a haverom, még egy kicsit a haverom. Sok minden volt, de azt mondja, hogy még ennyi belefér, de most már ácsi. Most már lapátoljak a másik oldalra is. Most élem a tinédzser éveimet. Volt egy időszak, amikor csöndben volt. Figyelj! Halló! Ha nem volt jó. Aztán utána csináltam a csomó minden jó dolgokat. Jó már! Figyelsz már! És akkor egy előbb volt egy ilyen függönybe, hogy itt vagyok, na. Ez arról szól, amikor csendben volt. Akkor nem volt el jó. Ennek a dalnak az a cím, hogy néha. Néha úgy ébredek fel, hogy feltétlen kéne melleket venni, még arra, hogy félem. És átlátszó dobot, amelyet nincsen bátya, akkor majd mindenki jól meglátja. A melleket rögtön a turvába vinni, mindegy, hogy mi, hát gyorsan bevenni. Hagy király katonát, kiabálnám, és a felkavart mutam, a jelenbe hány. Jól vedetek, a tükörben állom, nézek rám, nézem. Fura nem én vagyok, most nem értem, kicsik a csaták, csak a szavak nagyok.
sarti, vidam sarti. Vidam samo. Oči mlemo se reti je stov, pa sta dolga stini vlom. To mi je raketo. Pa sta notano bom bene in nega sta me, ki tudi je razo kete. Ko študijo vam bolj tukaj, švedi, kvele sta dolga delo. Prezi. Ora je pred pridem tudi ojo. Oki, odja deju. Krbe, krbe. Jovan je nagyon megfejtése, de remtete. Ennek a dalnak az a címe, menedzser szerint adéta szerint a csillámpói. Az az egyik benne, de egyébként tényleg egy vidám dal, és mondod a meregeső grufikat, akár csillámpól is ad. Mehet? Színes lufik, vagy a cukor felleg, egy kacsintatok, már bátran elmegyek bármikor. Mellettetek. Egy liter és liter és gyémánt és csillám, rejti a neve, a szemed megvillám. Köszönjük!
2500 ember mondott. 2? Mennyi? 3000? Várjál, én ezt nem hiszem el. Ez kicsit provokatív lesz, de kérednék valami hú, vagy há, 1, 2, 3. Elképzelhető. Főleg majd, ha már nem veszünk viselkedtek, akkor meg valami. Már kipróbáljuk, hogy mennyit bír a tér. Már állítanak, hogyha óriási tűvöltünk, akkor beszakad minden. Az jó? Jaj, hoztam egy gyönyörű de mindig akusztikus koncerten. A Hetszó, Hernádi Dávid basszusgitár. Mi vagyunk a kunyizósok. És mindig elkezdünk próbálni akusztikus koncertekre, ilyen az öcsém szerint dugolós koncert. Nem fél akusztikus koncertekre. Elkezdünk készülni, és a próbateremben mindig a Hetszó meg én. Jaj, ezt is játszok, ez olyan szép, régen nem játszottuk. És akkor a Simi az, aki két láb alatt talán olyat kell játszani, amit szeretne. De hát mi úgy szeretjük, és már ez 2. Úgyhogy hoztunk egy olyat, amit mi úgy szeretünk. Ez egy nagyon gyönyörű dal, a kisfiamnak írtam, még mielőtt megszületett. Az a cím, hogy Hangba száll. Nagyon-nagyon hosszú ideig álmodoztunk arról,
nem ennyi embernek, meg ilyen gyönyörű helyen, de mondjuk tizedennyi embernek, századennyi embernek, és legalább kocsmákban zenélhessünk. És nagyon sok mindent megtettünk azért, hogy zenélhessünk. Nagyon sokáig mindenkinek volt mellette egy-két állása, az öcsém például éjszakás nővér volt. Ezt hogy hívják, ápoló? Éjszakás ápoló. És volt egy olyan része az életünknek, amikor elmentünk külföldre turnézni, különböző, hát ilyen musical társulatokkal. Én biodísznet voltam, tulajdonképpen csárdásokni kellett, meg mindenféle ugra-bugra tánc, volt két cofom, egy rövid szoknyám. Az öcsimet meg befázattam, mi is voltam? Minden. Freddie Mercury. Elképzelhetitek a repertoárt. Freddie Mercury és még Abba számokat játszottunk, ez volt egy Queen és Abba. Ezt meg utána volt még, ugye a szörnyeted is volt el. Nem, abban nem fáztam. Abban nem fáztam, az majdnem befázott. Úgyhogy egyszer, amikor, ja, és ez gyönyörű volt, óriási nagy turnéban voltunk, német előadó művészekkel, mi voltunk a biodíszlet, meg a futottak még, és igazából már szállásra nem jutott hely, és mindig éjszaka utaztunk. Egy olyan minibuszban, ami lukak voltak, és ott be kellett tömni mindig a rádióban, eljön be a téli ideg. És az öcsémmel ilyen hálózsákban, meg sísapkában, felszerelésben, síszemüvegben, mert lent ott télképpen ott aludtunk, és én azt hiszem, hogy Queens of the Stone Age-et hallgattam, mert rohadtul fáztam, és fulladoztam tulajdonképpen attól a benzinszaktól. És volt bennem egy ilyen, hogy ezért mi nagyon nagy jutalmat kapunk valamikor, hogy így gyűjtjük össze a mikrofonra és az erősítőre a pénzt, és kibírjuk bármi is legyen, és akkor írtam ezt a számot, ezt a gyára forradalmát. Mert volt egy olyan bennem, hogy hát lehet, hogy ezt fel kéne adni, és mégiscsak tesi tanárnak kéne mennem, ami minden oké, csak hogy a tesi tanároknak nem mindnek van ilyen jó kis zenekar, hanem közönsége, úgyhogy ez így vonzott. És ennyire voltam attól, hogy fölödjem, és akkor így arra gondoltam, hogy írok egy ilyen dalt. Hogy a barikádokon, ha valaki látja, hogy visszafordulok és visszavonulok, az kapja már el a karavancomat. Ez a gyáva forradalmát. Thank you.
Mi lennék az online a Barbiz nevű zenekar, Hernádi Dávid basszus. Hubna Marcikán, dob. Pásztor Sámuel, gitárénő. Testvérem. Vádi Tomi billentyű. Lennék egy nagyon érdekes dolog. Körülbelül egy hónapja azon mesterkedik Marcikán, Hubna Marci, hogy egy pár számot tőlünk, a legszebb számainkat kontából partitúrává varázsolta. Az úgy néz ki, hogy nem csak ennyi, hanem ennyi. És az még mindig csak annyi, hogy a szót mondtam. És a varázslat, amikor beteljesült, az az volt, amikor Petőfi Rádióban volt, Petőfi Rádió. De hát összepróbáltuk a műsort. Elképesztő, milyen művészekkel, zenészekkel dolgozhatunk együtt. Igazi, 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 gyönyörűséges mestermű született belőle. És ő karomon a hátamon fölállt, és futkározott a hideg is felállt a szőr, amikor együtt zenéltünk. Szeretném a színpadra szólítani a szimfonikusokat. Ennyi. A falon kardál, most csókolja a szájom, a nem zavar.
Még fontosabb, hogy amíg élnek, addig vigyázunk rájuk. Ezt a dalt a nagymamánknak írtuk a testvéremnek. 99 éves volt. Ez róla szól, milyen erős volt. Kapaszkodott az életbe. Skanderozott egyet 99 évesen az életben, és nagyon-nagyon sokáig őnyert. Az élet már vörösödött. És egyszer csak nagyon azt mondta, na jó, tegyőztem. Ez a dal, ez a nagy mama bele, a hét lépés. Azt mondták, oké.
Ki bőrült benne a barbie, de csomó barbie van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok! Marci gyerek, Marci, ő itt vár. Jó esetem, hogy csak nekünk. Thank you.
Kezdetek szeretni, hogy legyen, mint mesélni.
ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam. Hogy elmúlt az élet, kezdhetek el élni. Csillapító van,
que se envola. Thank you.
a koszorú hétvégét. Kicsit legyetek néha betegek. Kicsit hazudjatok a dokinak. Csináljatok nagyon-nagyon-nagyon hosszú hétvégéket. Tartsatok ki egészen az életetek végéig. Hogy legyen szabad a csók. Hogy legyen idő a szabad csókra. Lopjatok csókot. Lopjatok szerelmet. Lopjatok pillanatokat. Kapjátok el. Zárjátok be egy kalitkába és nézzétek a csókos pillanatokat. Mert még egyszer előre. Főzzünk csókból, barack lekvárt, amíg van elég. Amíg a nektár túl nem csordul a remény. Hiszen minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Nagyon-nagyon szépen köszönjük!
hogy itt voltatok, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldogságot. Köszönöm nektek! Köszönjük szépen a szimfonikusoknak, hogy kibírtak minket! Most érzem, hogy jó! Egy kicsit vár, még nem.